Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik március 18-án. Az indiai asztrológia szerint ezen a napon a hold a Punar Vasu holdházban van. Ez a hold jelent egy nyilat, és ez a nyíl mutat egy irányba, és arra kellene odafigyelni. Ezen a napon kicsit bizonytalanok vagyunk, vagy vannak különböző célok, tervek, de az a fontos, hogy arra koncentráljunk, abba az irányba tekintsünk, ami fontos számunkra. Tehát ez a nyíl majd mutatja. Ez lehet egy kreatív tevékenység, ez lehet egy ötlet, amit most meg tudsz valósítani. Általánosságban ez a holdház azt is jelenti, ha a múltban voltak nehézségek, problémák, most minden jóra fordul. Március 18-án ezen a napon a hold egy jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval. Ezek lehetnek anyai témák, itt van lehetőség, közeledés, lehet egy szerencse, tulajdonképpen Jupiter bolygó gyakran szerencsét hoz, és vegyük észre ezeket a lehetőségeket. Merkur bolygó szintén jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy helyzet, amit eddig igazságtalannak láttál, és most megvan a lehetőség erről beszélni, tisztázni bizonyos dolgokat. Viszont van egy rossz kapcsolat is, ami kihívásokat, félreértéseket jelenthet a Hold és Merkur bolygó között. Merkur bolygó jelenti a kommunikációt, a Hold pedig az érzelmeket. Ha ezt eltúlozzuk, akkor ez félreértésekhez vezethet. Például a párkapcsolatban. Ha tudni akarod mindenképpen, hogy ő szerete téged, meg mi a terve, az lehet, hogy neki ez most sok, és visszahúzódik. Vagy ha olyan érzelmekről van szó, ami megbántott téged a múltban, és most ki akarod mondani a véleményedet, akkor nem figyel oda, nem kér bocsánatot, hanem visszahúzódik. Tehát ügyeljünk a szavainkra, amikor párkapcsolatról és érzelmekről van szó. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő le tud gyökerezni, és ezt keresi. Itt a park jelentheti a természetet. Ha most ő kicsit kimozdul a természetbe, vagy sétálgat egy kicsit a parkban, vagy az erdőben, ez erőt ad számára. Viszont a kártyáknak más jelentése is van, hogy kell számára a biztonság érzete, hiszen el akarja foglalni a helyét az életben, és itt a nyilvánosság azt jelenti, hogy vannak elvárásai, hogy mások észrevegyék őt, hogy dicséretet kapjon. Ha ez megvan, akkor itt ő jól érzi magát. Viszont ha mások átnéznek rajta, és nem veszik észre, akkor az betegíti őt, hiszen a fa jelenthet egészségügyi témákat is. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és elvárja azt, hogy megkapja az elismerést. És megnézzük az érzelmeit.
Itt a hegy jelentheti a problémákat. A horgony hasonlóan, mint a fa, a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, ahol le tud gyökerezni. Lehet, hogy ez most hiányzik számára. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is, és a kártyák azt mutatják, nincs elismerés, ez betegíti őt, problémái vannak a munkahelyen. Mit fog tenni? Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ő észrevesz téged, sőt, dicsérni fog, hiszen a virágcsokor jelenti a szépségedet, a jó ízlésedet, a nőiességet, és ő kimondja ezt. A virágcsokor lehet egy kreatív tevékenység is, hasonlóan, mint a holtház, a punárvasú holtház, hogy az ötleteidet valósítsd meg, ez lehet egy kreatív tevékenység is, ami itt is megjelenik a kártyáknál. Vagy a virágcsokor lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is. Mi fűz össze benneteket, ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített, a rovás írás. Itt az R betűről van szó. Ez lehet egy név, lehet egy helység, lehet egy fogalom is. És leírhatod a kommentárban, mit jelent számodra az R betű. Egy név, például Roland, vagy Robert, vagy Rita. Egy helység most tulajdonképpen nem jut eszembe, helység R betűvel, viszont egy folyó, a Rába folyó, lehet egy fogalom is, például rohanj el bizonyos dolgok elől, vagy röhög egy kicsit, vagy mi lehet még R betűvel. Régen így volt, például ez jutott most így hirtelen eszembe, de te is leírhatod a kommentárba, hogy ez mit jelent számodra. A régi írásmód itt van középen a rovás írás, ennek van egy szimbolikus jelentése is. Az egyik vonal őt szimbolizál, a másik téged, itt van a kapcsolat kettőtök között. Lehet, hogy valami még nehéz, hiszen így lehúz benneteket kicsit a mélybe, de lesz egy közös kiút, hiszen itt látható egy új irány vagy változások. A német nyelvű területen is van ilyen hasonló írásmód, rúnának nevezzük, és itt látható például ez a rúna, ugyanaz a szimbólum, hasonló, mint a rovás írás, itt látható mindkét szimbólum, és ez jég, esőt jelent, ez a rúna. És itt látható a képen, hogy a farkas támadja ezt a fehér lovat. Tehát vannak kihívások, nehézségek, támadások, de a ló azért elmenekül, és lesz egy új irány, tehát elhagyod ezt a helyzetet, ami nehéz, vagy betegíti őt, vagy téged. A napi energia az itt látható, a tűz eleme. Ez a hölgy bátor, lelkesíti valami. Az ablak nyitva van, tehát nyitott kapcsolatokra, nyitott új ötletekre. Itt látható, hogy kicsit dolgozgat, szépítget valamit, megvan a kreatív tevékenység, ezek az ötletek hasonlóan, mint a virágcsokor, hasonlóan, mint a punárvású holtház. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent ez a szimbólum, vagy mit jelent számodra az R betű, akkor így lesznek majd új ötletek. És meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. Naponta beszámolok ott erről.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!